A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is igyekezett segíteni a tagjait a nehézségek áthidalásában a járványkitörésekor. Ekkor döntöttek úgy, hogy elhalasztják a tagdíjbevallási és fizetési időszakot. A kamara tavasztal a kormányzati intézkedéseknek megfelelően elhalasztotta a tagdíjfizetésnek és a tagdíjbevallásnak az időpontját, és ez most október 1 és október 31-e között kerül sorra. A halasztás előre láthatólag csak az idei évet érinti. Ez azt jelenti, hogy jövőre a tagdíjat a szokásos időszakban, június 15-éig kell majd megfizetniük a tagoknak. Idén további változás is életbe lépett a Nemzeti Agrárgazdasági Kamaránál. A Tolna megyei küldöttgyűlés 2 éve javasolja, hogy a tagdíjbevallást az Agrárkamara készítse el, ez most valóra válik szerencsére. Ennek menete a NAV adóbevallási gyakorlatához hasonlítható, vagyis a kamara az adóhatóságtól és az államkincstártól megkapott adatok alapján elkészíti a tagdíjbevallást, és feltölti a tagok kamarai ügyfélkapujára. Ez október 1-től tekinthető meg. Csak akkor kell a bevallással foglalkozniuk a tagoknak, ha nem értenek egyet vele, vagy jogosultak további tagdíjkedvezményre, amit igénybe szeretnének venni. Ekkor módosítást nyújthatnak be a kamara felé. Fontos újdonság az is, hogy lehetőség lesz részletfizetés kérésére is, valamint az adminisztráció csökkentése érdekében a tagok a könyvelőjüket, könyvvizsgálójukat is meghatalmazhatják. Ők is elvégezhetik a tagdíj elfogadását vagy módosítását. A tagdíj kedvezmények igazolásának módját is egyszerűsítette a kamara. 50 millió forint árbevételig a könyvelő is igazolhatja azt, csak a felett lesz szükség a könyvvizsgáló igazolására. A tagság több mint 80%-a 5000 forint vagy annál kevesebb tagdíjat fizet be évente.